Szorosan alakult az első két negyed a debreceni NB1C csoportos ellenfele ellen, az NB2-ben szereplő Sáncsenyikse számára a HEP kupában. A nyíregyházi csapat az első és a második negyedet is csupán egy ponttal hozta, így a félidőre nem tudott maga biztos előnyre szert tenni riválisával szemben. A harmadik negyedben aztán sikerült meglépnie a Nyüksének, és 61-53-as hazai vezetéssel léptek a csapatok az utolsó etapba. A végjáték ugyan a Debrecennek sikerült jobban, a nyíregyháziaknak mégis sikerült megtartaniuk előnyüket, és végül egy pontos 83-82-es győzelmet aratott a Sáncsenyikse. Igazából, ha nagyon leegyszerűsítenénk, akkor az egy pontos győzelem is győzelem, aminek nagyon örülünk. Összességében még a felkészülés első fázisában vagyunk olyan formában, hogy most kezdődött a bajnokság, tele vagyunk új játékosokkal, össze kell csiszolódnunk, és ez elsősorban a mérkőzések teszik ezt meg, amit ezen a mérkőzéssel is felhasználtunk, elsősorban az utolsó negyedben. A HEP kupát követően a bajnokságban kell bizonyítani a Sáncsenyikse csapatának. Az NB2 első fordulóját magabiztos sikerrel vette Kovács Tibor legénysége, és a továbbiakban is győzelmi reményekkel lépnek pályára. Úgy alakult a programunk, hogy a volt két egyesület, aki kérte a pályaválasztói cserét, és így az első hat fordulóban hazai pályán játszunk. Ebből talán szerénység nélkül mondhatom, hogy négy papírforma győzelemnek tűnik. Tehát minden mérkőzés más, minden mérkőzésért oda kell lépnünk a pályára, mindent meg kell tennünk a győzelem érdekében, mert csak úgy tudjuk befejezni nyugodt lelkiismerettel a mérkőzést, hogy megtettünk mindent, és talán úgy néz ki, hogy négy mérkőzésen mi vagyunk az esélyesek. A Debrecennek az egyik összevont csapat és a Cegléd, akik tavaly előtt végeztek a bajnokságban, az már kemény dió lesz, keményebb dió lesz, tehát ott is hazai pályán azért szeretnénk megnyerni a mérkőzést. A Sáncsenyikse csütörtökön hazai pályán a BKG DS-e csapatát fogadja.